Vanyerka úr! Janszky doktor úr? Igen. Mit parancsolnak? Ha megengedi, bemennénk. Igen, persze. Tessék. A mi galaxisunk legfelsőbb kompútere önt választotta ki, hogy planétáját képviselje. Gratulálok, uram! Azért jöttünk, hogy összegyűjtsük a földi viszonyokra vonatkozó objektív információkat. Más szóval bizalmas küldetésben vagyunk itt, ha megérti. Nyugodjon meg, kérem szépen. Programunkhoz hozzátartozik, hogy föltűnésmentesen viselkedjünk. Igen, de ha maguk tényleg a kozmoszból kerültek ide, akkor másmilyen alakjuknak kéne lenni, mégiscsak másmilyennek. Na és milyennek? Hát mondjuk olyannak, mint a pancimanciknak, vagy ilyesmiknek. Nekünk se olyan nagy öröm ez. Minden alakváltoztatás nagyon megviseli az idegeinket. Igazam van? Belefáradunk nagyon. Utána sokat pihenünk. Elhiszi már, amit mondtunk. Bocsássanak meg, de miért én? Miért éppen én? Miben tudok én a hasznukra lenni? Vannak mások, jelentékeny emberek. Miért nem őket választották? Mondjuk... Ne mondjuk. Figyeljen ide, doktor úr. Maga egészen egyszerű, átlagos és jelentéktelen ember. Gratulálok, uram. Maga nem tud hazudni. És mi nekünk éppen ilyenre van szükség. Egy jó vezetőre van szükségünk, akire támaszkodhatunk, aki segít nekünk tájékozódni a földi dolgokban. Nekem munkába kell mennem. Bocsánat, mondja meg, mi az, hogy munka? A munka az élet értelme. Mi az, hogy az élet értelme? Az élet... Majd később megmagyarázom, ha visszajöttem a munkából. Ne támadjon rá olyan hevesen. Mi az, hogy hevesen? Jaj, hát tartson szüneteket. Tehát ne legyen heves, hanem inkább higgadt.